Felháborít, hogy tucatszán vágják ki a fákat a városban? Téged is stresszel, ha eltűnt milliárdokról hallasz, miközben a kórházban neked kell vinni a WC-papírt? Feldühít, ha választott vezetőid a te érdekeid helyett a saját boldogulásukért dolgoznak? Nézd minket az október 13-ai önkormányzati választásokig, hogy megtudd, mit tehetsz te azért, hogy mindannyian jobb városokban és falvakban élhessünk. Én Faragó Renáta vagyok, ez pedig a Választasz vlog sorozata, mert jogod van hozzá. Az igazságtalanságot kevesen szeretik, de még kevesebben tesznek ellene. Ez nem is olyan meglepő. Ki akarna önként egyedül szembe menni az árral? De ha felállsz és hallatod a hangod, simán kiderülhet, hogy nem is vagy egyedül. És ha együtt, egyszerre követeljük, a változás már nem is tűnik olyan elérhetetlennek. Az Eleven Gyász sztoria is egy egyszerű beszélgetéssel indult. Emlékszel még arra, amikor a Tiborcféle utcalámpák miatt sötétbe borult az ország? Gyálon nem hagyták annyiban a dolgot. Homoki Andrea felismerte, hogy nem csak őt zavarja, hogy sötétben kell hazabotorkálnia. Több elégedetlen gyári lakossal együtt úgy döntött, hogy tesznek is valamit a változásért. Így alakult meg az Eleven Gyár. Településen nagyon sok emberrel találkoztam, beszélgettem, felmértem azt, hogy milyen jellegű problémák lehetnek itt a településünkön, és hát próbáltam keresni olyan embereket, akiket érdekel ez a közösség, és tulajdonképpen együtt választottuk ki ezek közül a közvilágítást, illetve mellette még a járda problémákat, amivel elsőként szerettünk volna foglalkozni. Minden vasárnap ugye kint vagyunk a gyáli piacon, és ott az egyik alkalommal, amikor én voltam kint, találkoztam egy olyan gyáli lakossal, akinek ez problémát is okozott, tehát hogy ő konkrétan elesett, és ugye a térdét felsértette, és sérülése származott ebből. Nem mindig voltam aktív tagja az Eleven Gyálnak, megtetszett az, ahogyan ők dolgoznak, és az, amit csinálnak. Pár akcióba bekapcsolódtam. Se lámpa, se járda, se látni, se járni. Egy A4-es papírra ezt a szlogent kinyomtattuk, mécseseket vettünk, és kimentünk olyan helyszínekre, ahol hiányoztak a lámpák, sötét volt, és még a járdák is rosszak voltak, balesetveszélyesek, stb. Ugye fotókat készítettünk, és ezt megosztottuk helyi Facebook csoportokba. Aztán utána olyan köveket, ahol ugye a beton szétporlat, és a kövek állnak ki a földből, és az aztán igazán balesetveszélyes, na ezeket festettünk be, és csináltunk ilyen éjszakai járdakommandózást, ami annyiból állt, hogy egy bizonyos területen megtisztítottuk a járdafelületet a gaztól, és utána betonnal szépen kiöntöttük, beleraktuk az Eleven Gyár logóját, meg ilyen világító kövekkel, hogy ilyen is lehetne. És egy picit azt hiszem, hogy forduló pont volt abból a szempontból, hogy megéreztük a közösség erejét. Adatkikérésbe kikértük a mellékleteket, de hát ugye azt a választ kaptuk, hogy üzleti titok. Folyamatosan próbáltunk az önkormányzattal is kommunikálni, és ennek érdekében kiválasztottunk 12 olyan címet, ahol szintén rossz a járda és sötét van, és kértük, hogy oda szereljenek fel lámpatestet. És ebből a 12-ből 3 helyre felszereltek, 9-et elutasítottak. Azzal az indokkal, hogy szerintük megfelelő ott a közvilágítás. Ezek után mi lefotóztuk, hogy milyen az, ahol van lámpa, és milyen az, ahol nincsen. Illetve megírtuk, hogy van egy olyan társaság, hogy világítástechnikai társaság, és hogy akkor méressenek fényt. Tehát, hogy mi azt állítjuk, hogy szerintünk nem jó a közvilágítás, akkor azt mondják, hogy szerintük jó, akkor tessék. Na most erre nem kaptunk semmilyen választ, és ezek után mi úgy döntöttünk, hogy kiválasztottunk abból a 9 címből 2-t, ahol mi megrendeltük ezt a bizonyos fénymérést. Tulajdonképpen a fénymérés és a megkapott jegyzőkönyv az teljesen minket igazolt. A Civil Kollégium Alapítványnak a pályázata adott egy anyagi keretet, amiből mi ezt meg tudtuk finanszírozni. Ez egy olyan pályázat, ami nyilvános és közösségszervező közösségek pályázhatnak egy-másfél éves periódusra, hogy támogassák egyrészt ugye a közösségszervező fizetését, másrészt pedig valamilyen anyagi keretet is adnak, például ilyen szakértői vizsgálatokra, vagy nyomtatás hirdetési költségekre, tehát hogy ilyen jellegű anyagi keret áll rendelkezésre. És hogy mi újság a lámpákkal?
Bár a helyiek többsége azóta is romantikus félhomályban botorkál haza, az Eleven gyárcsoport több helyi ügyben is elérte, hogy az önkormányzat lépéseket tegyen a változásért. Nekik is köszönhető, hogy a gyáli polgármester ma már online fogadóórákat tart, de ami még ennél is fontosabb, hogy megmutatták a gyáliaknak, hogy érdemes összefogni. Évvégén pedig volt a közmeghallgatás, ahol mi ugye újra elmentünk, és két tagunk felszólalt ezen a közmeghallgatáson, és többek között például átadtuk ezt a jegyzőkönyvet ugye a képviselőtestületnek, illetve a polgármester úrnak, valamint csináltattunk ki egy kis mini logózott zseblámpát, Eleven gyár felirattal, amit ugye szintén kiosztottunk, hogyha olyan helyen járnának, ahol sötét van, akkor hajrá, használják. Én szeretek futni, és igyekszem ezt rendszerességgel csinálni. Én ezt ugye általában munka per egyetem után szoktam, és ezért ugye ez általában a sötétedés után történik. Természetesen van okostelefonom, amivel tudok világítani futás közben, de ez nem annyira komfortos, már gondolkoztam egy fejlámpán is egyébként, mert az erősebb lenne, mint a sima utcai lámpák, ugyanis nagyon sokszor volt olyan, hogy a szemetet kutyának néztem, és majdnem visszafordultam. Ha te is látsz olyan problémákat a környezetedben, amik mellett nem tudsz szó nélkül elmenni, ne tartsd magadba. Beszélgess, szerveződj, és mutassátok meg együtt, hogy milyen helyen szeretnétek élni. Használjátok a TASZ eszközeit, hogy a döntéshozók biztosan meghallják a hangotokat. Találkozunk a következő részben, amikor kiderül, milyen, ha jól működik a kommunikáció választott vezetőinkkel.